Szerencsések iskolája. Egy érdekes előadáson vehettek részt a szarvasi benkások. Kézilabda, röplabda, tenisz, futás, csak néhány sportág, amelyet gyermekeink szívesen üznek iskolás éveik alatt. Az ebből adódó sérüléseket szerette volna a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola vezetősége megelőzni, ezért a diákok a tornaóra keretén belül egy úgynevezett esések iskolája előadás részesei lehettek. Dobrotka Béla mutatja a felsős diákoknak, hogyan essenek szakszerűen, a legkisebb kockázatot felvállalva. Az elesés nem előzhető meg, de az abból történő sérüléseket, baleseteket megelőzhetjük, mondja a szakmai vezető. Annak idején én terápiás judó foglalkozást szerettem volna olyan gyerekeknek is elérhetővé tenni, akik gyakorlatilag valamilyen akadályoztatásra születtek. Tehát mondhatnám azt, hogy mentálsérültek, voltak mozgássérültek, látássérültek és hallássérültek. És egy nagyon nagy szerencsém, hogy azt ilyen környezetben is taníthattam a judót magát, és ebből tudtam gyakorlatilag kiemelni az esések oktatását olyan formán, ami tapasztalatokat keletkeztek, amik nem kellettek mozgások, azokat úgymond lefaragtuk, amik meg úgy egy módszertanban beilleszhetővé váltak, azokat meg szépen vittem tovább, és 2009-re már ez egy kész módszertannal rendelkező program volt. A délelőtt folyamán bemutatásra került például a gurulóesés előre páros kéztompítással, hossznöveléssel, akadályon át zuhanás, kézfogásból és kézállásból zuhanás, a haladóknak pedig a szabadon zuhanás is. A gyakorlatokat a diákok is hasznosnak találták. Nagyon tetszett, mert megtanulhatjuk, hogy hogyan kell esni, és hogyha az utcán vagy az iskolában valahol elesünk, vagy megbotlunk, vagy valami történik, tudjuk, hogy hogyan kell kezelni, és lehet, hogy meg tudunk akadályozni egy törést. Nekem nagyon tetszett ez a foglalkozás, mert így megtanulhattuk, hogy az esések elkerülése érdekében milyen technikákat tudunk alkalmazni, meg hogyha másoknak is tudunk ezzel segíteni, hogyha elegendő információval rendelkezünk. Az előadás egy nyertes pályázat segítségével valósulhatott meg, amelyre a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola sikerrel jelentkezett. További elemként számos az egészséget, sportos életmódot központba helyező program várja az intézmény valamennyi diákját. Egy mozgás és egészséges életmód fejlesztésére, különböző programok megvalósítására 15 millió forintot nyert az intézményünk. Ez a pályázat nagyon sok mindent felölel, amit tulajdonképpen eddig is végeztünk az iskolában, de most vannak olyan lehetőségeink, amit anyagi biztonságot nyújtóan tudunk megvalósítani. Ez a pályázat ugye több lábon áll. Az egyik ilyen terület a gyerekeknek az egészséges táplálkozására szolgáló, tulajdonképpen kampányok, rendezvényeknek a megtartása. Ez azt jelenti, hogy zöldséget és gyümölcsöt kínálunk fel minden tanuló csoportunknak a tanév folyamán két-két alkalommal, ami azt jelenti, hogy a gyerekek akár maguk is elkészíthetik a megvásárolt termékekből, gyümölcsökből, zöldségekből azt az ételt, amit éppen szeretnének elfogyasztani. A mozgással kapcsolatosan került sor az eséstan előadásra, hiszen évente csaknem 106 ezer baleseti sérülést látnak el kórházainkban, ezért kiemelten érdemes foglalkozni az esésekből származó balesetekkel. De az iskola tanulói Nagy vagy Benka címmel egy programsorozat részesei lehetnek, ahol lovaglási lehetőség, korcsolyázás és egy közös kirándulás is vár rájuk. A kirándulásunknak azt a címet adtuk, hogy Alföldi gyermek egy hegyi túrán. És ebben az a jó, hogy az egész Benka kirándulni fog. A tavaszi szünet első napjaira tervezzük ezt a programot azért, hogy az sem baj, ha korán indulunk, és az sem baj, ha későn jövünk, hiszen a gyerekek kipihenhetik majd magukat, hiszen a tavaszi szünet időszakában leszünk. A teljes úti költséget és a gyermekeknek az élelmezését is a pályázatból tudjuk finanszírozni, és ez kifejezetten nagy öröm számomra, hiszen azoknak a családoknak is tudunk ezzel segíteni, akiknek esetleg gondot jelent egy-egy osztálykirándulásba becsatlakozni, és így egy osztály, akár egy osztálykirándulási közös programot is le tud ezzel.
Az esés iskolájában Dobrotka Béla nem csak a gyermekekkel gyakoroltatta be a mozdulatokat, hanem a testnevelő tanároknak is átadta tudását. Így a pedagógusok bármikor elővehetik ismétlésre a mozdulatsorokat. Az a vágyam, hogy a testnevelő tanárok, az edzők ezt elsajátítsák, és egy olyan módszertant adjunk mellé, amivel képesek erre. Tehát ez azt jelenti, hogy alapmozgásokat gyakorolnak, azokat egymásra építik, és bizonyos széria számokkal ezt végrehajtják, és ez gyakorlatilag nem kell 45 perc, 10-15 percek elegek, és utána szépen végezhetik a más jellegű, ami a tanmenetben akár kötelező gyakorlatokat, és ezekhez mindig vissza-vissza lehet térni. Itt ami nagyon fontos, hogy a reflexek szintjén nyúlunk bele a mozdulatsorokkal, és áthidaljuk, kiváltjuk azokat a nem károsak azok a reflexek, mert nagyobb törésektől óvják meg az embereket gyakorlatilag, hogyha kitámaszt a kezével, akkor csak a csuklója törik, és nem az arca, és nem a mellkas. Tehát megvan mindennek az oka, viszont ez is probléma, mert hát azért évente 480 ezer esetben történnek ilyen balesetek, és ezeket el tudjuk kerülni ezzel a módszerrel, amit kidolgoztunk. Kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy megbotlunk, megcsúszunk, elveszítjük az egyensúlyunkat. Ennek kimenetele esés tudás hiány csak a szerencsétől függ. Próbáljanak meg tehát megtanulni elesni. Önök a Szarvasi Híradót látták, megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Híreinket újra nézhetik a www.köröstv.hu honlapon, illetve megtalálnak bennünket a Facebookon is. További szép napot, viszontlátásra!